Bácsi, bácsi! 56-os busz elment már? Micsoda! Köszönöm! Maga is impotens? Ilyen csiga. Volt egy csiga. Újabb autó. Zöld a fű. Kedik, csókolom! Én is arra várok! Igen, a 48-as busz elmente már! Jaj, hát az márciusban, 15-én! Amostan a bárányokat legyenek, nagyon szeretem nézni! Az unokáimat megyek meglátogatni! Igen, nekem is volt egy lovam! De nem a utcára! Lókó bász, azt küldött volna hozni, elfelejtettem az unokáimnak hozni. Igen, de nekem is van két unokám, az egyik a Miami Gale, meg a másik is, ha kiereztem a melltartót. Az hány évesek a magának az unokáim? Akkor viszontlátásra! Entschuldigung, könnt ihr bitte helfen? Ja, gern. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche die Straße. Forradalom! Gehen Sie diese Straße entlang und dann biegen Sie nach rechts ab. Vielen Dank! Okay. Mink ilyen főhívásokat hallgattunk! Egyetlen esztendő alatt a sebész szakma jövedelmezősége több mint 70%-kal csökken. 10-12 beteget kell felhívnunk, mire akár egyetlen egy igaz gyönyöt is találunk. A számok magukért beszélnek. Nem csoda, hogy hazánk fiataljai ott hagyják az orvosi egyetemet, veszélybe sodorva ezzel hazánk sebész utánpótlását. Még nem késő megmenteni a siető hajót, de gyorsan kicselkedünk. A hasüregi gyöngyszerészet megcsapanása miatt kérünk minden egyes műtétre várakozó beteget, hogy a műtét napján szíveskedjen ez lenni némi értékes tárgyat, családi ékszert vagy apró pénzt. Ti egyik lehetővé, hogy a magyar orvostudomány az maradjon, ami mindig is volt. A világon a leggazdagabb a magyar orvostudományért. Értem. És ezután történt életem egyik legmeghatározóbb fordulata. Váltani, kérem. Hogyne, uram? Parancsoljon. Szeretnék véleményt váltani. Semmi akadálya. Általános világnézetre váltást gondolt, uram, vagy a nőkről, az atomtechnológiáról, esetleg az iszlám intézményről alkotott véleményét szeretnék beváltani. Nem. A sógoromról alkotott véleményet. Mi sem egyszerű, uram. Szerintem csodálatos ember. No csak. Magas, szőke, beszél kurdul, koreaiul, afgánul. Kajakkeromban verhetetlen egy szóval, legyünk közül és engem lesz nyomaszt! Ugye a sógoráról van szó? Igen, Harryről. Arról Harryről, aki festeti a haját? Micsoda? Festeti a haját? Persze, nézze, nincs ebben semmi különös. A szabadulások után sokan megváltoztatják a hajuk színét, másként akarnak kinézni. Harry börtön viselt? 12 évet ült. Sikkasztás, kábítószer kereskedelme, személy bántalmazása, személyrem sértés a hosszú utca óvoda előtt. Ez a felesége nem említette. Miért?
Ember se tud róla. Gondolom, 6 éve viszonyuk van. Tiszta! Micsoda tiszta! Mondja nyugodtan, hogy mocsok. Igen, de attól még mindenkit lenyűgöz a kajakkenu tudásával. Nem is ő evez. Hogy? A hajó fenekén ül egy törpe, az pedálozik. Egy bedopingolt törpe. Ahogy mondja. Köszönöm, ilyen gyorsan felított a szemem Heritiát, mert maga csodálatos ember. Tényleg, lenyűgöző. És karcsú területű, intelligens, és fogadom, hogy kiváló a szörföl! A maga fajta ők társaságában vagy! Jelentéktelenek érzem magam, és ez gyomaszt! Hát, lehet el kellett volna neki mondanom, hogy én csak pisilni értem. Nem, most ez komolyan, Totti, fel a picsába vagy. Ez nem. Nem ezt beszéltünk meg, bazd meg. De most komolyan, leszarom, hogy itt van a sok néző, meg leszarom, hogy ott a kamera. Tökre ki vagyok ettől az egésztől. Gecire nem próbáltunk, érted? Nem volt rohadt főpróbánk sem. Ma is ide hívtál minket, 1/2 órás késéssel ideérünk, átsevettük az egészet, és nézd meg, mi a faszomat csinálsz, ne gyere közelebb! Szar, érted? Tényleg nem értettel ez az egész, ne gyertek be, sajnálom, hogy elbaszom ezt az egészet, de ez engem innentől kezdve nem érdekel. Ez egy szar! Az egész rakás, a darab szar! Leszarom, Totti, megbuktál, mint rendező, egy szar volt az egész. Nem jártunk próbákra se, nem csináltunk semmit. Ti is alig jártatok próbára, bazd meg! Te nem is tudod a szöveget, te meg hogy sétálsz? Szar az egész! Én inkább kimegyek cigizni, és gratulálok ehhez nagy rakás szarhoz, jó? Szevasztok! Megmondaná hány óra? Három négy, 11. Bálint, szavasz öregem, mi a helyzet? Szervusz. Olyan furcsán nézem, mi van? Nem térek magamhoz. De? Képzeld, az előbb elment itt egy jól megtermett pali, oda ment egy szegény urasághoz, és azt mondja már meg hány óra, így hányodat itt, míg a kalapját sem emelte meg. Míg a kalapját sem emelte meg. De várjál, és ez még nem minden. Mondja már meg hány óra. Az öreg úr készségesen letette a bevásárló szatyrait, az egyik fél kiborul a pali, le nem hajolna, hogy segíten. Dehogy, Háromnegyed, 11. Válaszolja készségesen az úr, mire a pali se búr, se bár továbbá tud, hogy majdnem felütte a szegény urat. Mire az úr? Semmi, a fájdalomtól némán elvászorgott nyomorúságos viskója felé. Hát ez elképesztő. Nem térek magamhoz! Na jó, megyek, add át üdvözletemet Gábornak. Jó, szervusz, Bálint. Szia, Barbara! Szia, Fanny! Képzeld, mi történt? Hol mi? Hát itt az imént. Mesélj! Egy szegény kis öreg megy hazafelé a piacról, ahol már a legutolsó megtakarított kis garasát is elköltötte. Hétrét görnyedve válszorom! Honnan tekintette? Honnan tudtad? Szinte magam előtt látom. Egyszer csak jön egy pali, megpillantja a kisöreget, oda rohan hozzá egy szempillantás alatt, a falhoz szorítja, és megkérdezi tőle. Hány óra? Talán legyen szíves. Mi? Tessék? Talán legyen szíves, nem mondani hány óra. Ugyan. Hány óra? Csak így, fagyosan. A halálra vált kisöreg lerakja a két kosarát a földre, az egyik felborul, mire a pali fellevet. Kajáról! Ahogy mondod, a kisöreg ránéz az órájára, 3:41. Mire felpillant, a két kosár üres volt, tiltakozni próbál, de a pali a vállával odébb löki és elszalad. A kisöregnek teljes hosszában elvágódik, megreped a borkája, alig mint feltámpászkodni. Nézi az üres kukorot! Kék szemében! Aztán a szokszó nélkül feltámpászkodik, és hazaidul, hogy milyen valamit a népes családjának abból a kevésből, ami a kosara helyen marad!
fáj? Itt. Nem itt. És hogy történt? Hát csak úgy. Jött erre egy derékon egy bácsi, lehetett vagy 60 éves, és csak így jött, meg én... Te is itt jöttél? Igen. Két nyomorúságos bevásárló szatyörben cipelt vagy 50 kiló krumplit, vagy valami hasonló. Néha elhagyott egyet, olyankor megállt, de nem bírt lehajolni értük. Annyira idős és gyenge volt. Hiába elette az idő vasfoga. Arcában jeges szél csapott, ráncoktól barázdált testét. Elette az idő. Táskás barna szemében... Azt is elette az idő vasfoga? Igen, de még pislákod némi élet, különben hogy van szólt volna 50 kiló krumplit? Hirtelen lefékez mellett egy nagy fekete limuzin. Kiszáll belőle egy fekete bőrű férfi, aranycibővel meg tele krokodilbe becsét gyűrűkkel. A bácsi nézi, mit akar, áll a pali hupilil a kamásliban, és rágyújt egy kubai szivarra, és megötően belefújja a bácsi arcába a füstöt. Köszönöm, mondja az öreg. Köszönöm. Mert a füstön felmelegedett egy kicsit. Hagyja az ura, papa! Veti oda fokhegyről. Rögtön mondom, fászulja. Rögtön mondom. És előveszi a zseborát, amit a krumpli közé rendett. 3:41, válaszolja. 3:41. Mire a pali felröhög, elveszi tőle a két szakrot, behajítja a limuzinjába. Fejben rúgja az öreget, aki szétfröccsen a járdát. Ezzel elmenben a behalolt limuzinjával. Minden tiszta vér volt. Az öreg még lángatózott egy darabig. Megpróbálták adni néhány gumont. Aztán elhallgatott. És te mit csináltál? Hát mit? Sokkot kaptam. Aztán hánytam. Jöttek a mentősök, elvitték az öreget. Aztán nem tudom. Hallatlan. Gyere, az a kísérlet. Nem kell. Inkább járok egyet. Hát, ha visszatér belém az élet. Szia, Barbara. Csadi! Lám, Mikön úr! Húzta hazafelé a két pázsányi krumplit, mert otthon a konyhójában várta egy fészek annyi kölyök. Korára való tekintettel éppen fel akartam neki ajánlani a segítségemet, amikor egy hatalmas fekete autó... Az is fekete! Az is! Szóval amikor egy hatalmas fekete autó elém vágott és lefékezett... Várj, az a fékek hang. Kiszállt belőle egy ilyen... Barna bőrű pali, felöltő volt rajta, meg nem eszkala.
Oda ment az öreg bácsihoz, aki a piacról tartott hazafelé, szóval odaáll elébe, az öreg ember arca már eltorzul az izgalomtól, végigméri a maga, arab hangutánzó szó, módján, és azt mondja, hogy... Azt mondja ennek a szegény öreg bácsinak, hogy arab akcentussal, bocsánat, megmondaná anyóra. Ne! De. Az öreg bácsi lehajolt, hogy előkeresse az óráját, és akkor puf! Jaj! Ledöfte a halepjával. Ledöfte a micsodájával. Fogja a szatrokat, és beugrik a kocsijába, és vrum, vrum, elmenekül. És aztán? Aztán a szokásos, jaj veszékelő eső, hányó járókelők, meg szeverkélő járda, meg horgály, meg zuhogó mentősök, szóval a szokásos. Reckekve nézi a jelre. Édes! Hülye egy történet, kamisztrát! Az élet megy tovább, mit csináljunk? Viszlát, Bacon! Viszlát! Bocsánat, megmondaná hány óra? Forradalom Strasse, hello!